az olajstílusnak mik az alapjegyei, arról órákat tudnék beszélni. Megpróbálom tényleg összefoglalni. Én azt gondolom, a könnyedség, ez a sprezzatura, ez a, az elegancia könnyedsége és a kombináció könnyedsége. Tehát az olasz ember bátran fölvesz egy mellényt az akóra, nem az akó alá. Fölvesz egy sportosabb nadrágot egy klasszikus cipővel. Fölvesz egy zsebes kargó nadrágot egy nagyon elegáns fűzős vagy dupla csatos lábbelivel, és mégsem lesz ez diszharmonikus, hanem ahogy ő ezt az egészet viseli, annak van egy harmóniája, egy üzenete. A színeket bátran hordanak az olaszok, de az nem azt jelenti, hogy csak élénk színeket. Tehát ez a bézs, drap, homokszín, ezeket, ahogy ők nem egybe viselik, hanem ahogy szürkével, kékkel, fehérrel kombinálják. Tehát mindenhol keresik az esztétikát, és ez a az esztétika keresés teszi az olasz stílust olyanná, amilyen, amit mi szeretünk. Nem feltétlenül jellemző, mert nem vagyok következetes a dologban, de imádok például nyáron csizmában járni, meg bakancsban, és télen szandálban. Az elmúlt évtizedekben nem nagyon változott a stílusom. Vannak olyan darabjaim, amik ugyan elkopnak, de minden évben, vagy minden néhány évben pótlom, és ez az egyik a balerina cipő, ami nem maradhat el a szekrényemből, több színben, több mintával, több bőrminőséggel, de hogy az mindig van, az télen-nyáron